Ebben a videósorozatban a GIMP képszerkesztő program alapjait fogjuk megismerni. A GIMP előnye más képszerkesztő programokhoz képest az ingyenessége, továbbá, hogy ezen kívül szabadon terjeszthető, fejleszthető és ezek a fejlesztések tovább is adhatók. Előnye még, hogy a háttértárból kevesebb helyet foglal el, mint például a Photoshop, ugyanakkor hátránya, hogy a processzorigényes, vagy memóriaigényes műveletek lassabban mennek végbe, ezek egy gyengébb teljesítményű gépnél problémát okozhatnak. Nézzük meg először, hogy milyen felhasználói fórumokon lehet a gimpet letölteni, a felmerülő problémáknak utána kérdezni, fejlesztéseket feltölteni vagy letölteni. Erre az elsődleges webhely. A gimp.org honlap. Itt rögtön látjuk is, hogy a legújabb 2.8-as verziónak a letöltését felkínálja. Látható, hogy különböző nyelvekre lefordított használati utasítások is letölthetők. Ebből következik, hogy a GIMP honosított, tehát magyar nyelvű verzió is megtalálható. Nézzük meg a GIMP.hu, a magyar GIMP felhasználókat tömörítő legfőbb oldalt. Itt, hogyha rámegyünk a letöltésre, szintén a Windowshoz, Linuxhoz, illetve egyéb operációs rendszerekhez megtaláljuk az éppen aktuális verziót. Kérdéseinket a registry.gim.org honlapon föltehetjük, ezekre választ kaphatunk, illetve tovább irányítható a felhasználó a parthubcom amely szintén GIM fejlesztéseket, plugineket tartalmaz, valamint már a 2.9-es kísérleti változat is megtalálható, 64 bites és 32 bites operációs rendszerekhez is. Amikor nekem például a JPEG pluginnal vagyis a JPEG formátumú képeket megnyitó programmal problémám volt, akkor a registry.gim.org fóruma ide irányított át, és innen sikerült 32 bites Windows operációs rendszerhez letölteni a javított verziót. A tananyag egy másik verziója megtalálható a www.videotanfolyam.hu oldalon is, hogyha ide a keresőbe beírjuk, hogy GIMP, akkor egy oktató videó sorozatot ajánl nekünk az internet, leírja, hogy mire használható a GIMP, hogyan lehet megtanulni a használatát, illetve egy részletes tartalmjegyzéket is látunk. Mindezt követően vágjunk bele a gimp az alapjaiba. Itt már ö, meg is nyitottam a GIMP programot. Alapvetően a konfigurálás előtt egy három párbeszédablakból álló felépítményt nyitunk meg. Ez a képablak, az eszköztár, eszközbeállítások párbeszédablak, illetve a rétegek, csatornák, útvonalak, visszavonási előzmények és ecsetek párbeszédablakot láthatjuk. Rögtön itt az elején átváltunk egyablakos üzemmódba az ablakok, egyablakos mód verzióba. És ezt követően kezdjük el nézegetni, hogy mit is mutatnak itt az egyes párbeszédablakok, az egyes felületek. Ennek érdekében nyissuk meg a file menő új, parancsra kattintva egy új képet, legyen ez most egy 640x400x pixel szélességű és magasságú kép, Rögtön itt az új kép létrehozása párbeszéd ablakban több lehetőségünk is van. Sablonokból választhatunk, előre beépített ö, sablonok, melyek szabványméretű lapok méreteit tartalmazzák, vagy pedig a megfelelő képernyő felbontásnak a méreteit. Itt lehet beállítani, hogy álló vagy fekvő tájolású legyen, hogy a kép méret... Képpontban, milliméterben, centiméterben, stb. legyen megadva. Speciális lehetőségek közül választhatunk az XY felbontás állítható, a színséma legyen színes, a vörös-sárga-kék szín, színek keverékeként, vagy szürkárnyalatos. Fontos megjegyezni, hogy ha itt a szürkárnyalatos színsémát állítjuk be, akkor az, a későbbiekben megnyitandó minden rétegünkre vonatkozni fog. Hogyha ezt később visszaállítjuk színesre, akkor már a színes képek szürkárnyalatosak maradnak. Megjegyzés is szerkezhető a gimphez, illetve nagyon fontos még a kitöltés, ez történhet előtérszínnel, háttérszínnel, fehérrel vagy átlátszóval. Nyissunk meg most egy fehér kitöltésű 640 400 szoros lapot, és tekintsük át az egyes további párbeszédablakokat. Itt az eszközöknél az eszközcsoportok közül rögtön láthatjuk a kijelölő eszközöket, téglalap, ellipszis, szabadkézi kijelölés, varázspálca, színszerinti szerinti kijelölés, és így tovább. A varázspálca kijelölő eszközt az különbözteti meg a színszerinti kijelölő eszköztől, hogy a színszerinti kijelölő eszköz a teljes rajzlapon levő azonos színeket, vagy a küszöbértéknek megfelelő azonos színeket választja ki, míg a varázspálca az egybefüggő területeket választja ki szín alapján van még az intelligens olló, ez az éles kontúrokon halad végig, a pontokat lerakjuk, és a vonal automatikusan az éles kontúrokon halad végig, tehát, illetve az útvonal eszköz, amit még használni fogunk, szintén pontokkal követjük a kontúrvonalat, a pontok között lerakott vonalak pedig módosíthatók, illetve a lerakott vonalak is módosíthatók később. A színpipett eszközzel beállíthatjuk az adott alakzat vagy objektumnak az előtér színét, illetve láthatjuk még az áthelyezési eszközt, az igazítási eszközt, a vágó eszközt, amely minden réteget a beállított ö, részre vág le. A következő nagycsoport a rétegt ilyen például a forgatás, az átméretezés, a nyírás, a perspektívikus torzítás és a tükrözés. Használni fogjuk még a szövegeszközt, a következő nagycsoport pedig a kitöltő és rajzeszközök, ezeken belül a festékes ikonnal jelölt kitöltőeszköz, a színátmeneteszköz, a ceruza és ecset, a kettő közötti különbség, hogy a ceruza egy éles kontúrokból álló hoz létre, míg az ecset széle elhalványodik. A radíreszköz, ezzel törölhetjük az alakzatokat, festékszóró, amelynek sajátossága, hogy szintén elhalványuló kontúrjai vannak, ahol hosszabb ideig maradok, ott sötétebb lesz a szín, ahol rövidebb ideig időzök, ott pedig világosabb. Kalligrafikus tolként működik a tus eszköz, ahol hosszabb ideig maradok, ott mint egy szétfolyik, ahol rövidebb ideig időzök, ott pedig vékonyabb vonal keletkezik, szintén határozott kontúrokkal. Következő nagy csoport a retusáló eszközökhöz tartozik, másoló eszköz, javító eszköz, perspektívikus klón, elmosás, élesítés, maszatolás, fakítás, sötétítés. Meg kell említeni, hogy mindegyik eszközhöz tartozik egy eszközbeállítás rész. Itt az ecset vége választható ki az ecset mérete, méretaránya, dőlésszöge, az ecset dinamikának is létezik rendkívül sok beállítása, például a ceruza eszköznél láttuk ezt most. Ezt követően térjünk át a harmadik párbeszédablakra, ahol rétegek adhatók meg. A rétegek jelentése, hogy rajzlapokat kell elképzelnünk egymás fölött, nézzünk meg például most egy új réteget, réteg, új réteg, legyen egy átlátszó réteg hozzáadva az eredetihez, látjuk, hogy megjelent most egy másik réteg az eredeti rajzlap fölött, a rétegek kikapcsolhatók, láthatóság szerint bekapcsolhatók, illetve összeköthetők egymással, ez azt jelenti, hogy együtt mozgathatók. A csatornák lényege, Vörös-zöld-kék alfa, tehát a három alapszint plusz az átlátszó hátteret tartalmazza. Ha valamelyiket kikapcsoljuk, akkor valamelyik alapszín éppen nem látható, illetve hogyha valamelyik nem aktuális, akkor azt követően ezen a szerkesztés nem megy végbe. Ezzel nagyon kell vigyázni, hiszen meglepő, színtorszulásokat eredményezhet értelemszerűen. Ezt úgy kell elképzelni, mint mondjuk amikor a régi tévékből elszállt valamelyik dióda, és akkor a tévé csak vörös vagy zöld árnyalatú volt például. A következő a visszavonási előzmények. Itt a nyílakra megfelelő nyíra kattintva a legutóbbi művelet visszavonható, vagy a legutóbbi művelet, ismételten végrehajtható. Még gyorsan tekintjük át a képablak további információ tartalmát. Itt láthatjuk a kép nevét, ez most még egy el nem mentett névtelen kép. Vörös, zöld és kék szín szerint, tehát egy színes képről van szó, két rétegről és a pixeles felbontást is láthatjuk. Láthatjuk itt, hogy tehát pixelben van megadva, a képünk magassága és szélessége, 100%-os nagyítás mellett dolgozunk, háttértárból 4,4 megabajtot foglal el a teljes képünk, és megjelenik az is egyfajta segédletként, hogy az adott eszközzel miként tudunk dolgozni, itt most éppen festés, kattintással, egyenes vonal, pedig a Shift gomb lenyomásával történik, a szín beállítása pedig a Ctrl plusz kattintással. Tehát ő nem csak az eszközök mellett jelenik meg, hogy mire való, hanem a képablakban is, hogy hogyan tudunk vele éppen dolgozni. A GIMP előzetes bemutatása véget ért, a következőkben konkrét feladatokon keresztül tekintjük majd át az eszközöknek a működését.